Milyen ott? Kezdjük így. Most hol? Azért fordulj körbe, nézd meg, hogy hány nő néz téged. Remek. Remek. Rendben van? Csodálatos, igen. Jól van. Kicsit úgy helyezkedj be. Időnként lefekhetsz, azt meg kell, hogy mondjam neked. Tehát ha úgy érzed, hogy padlót fogsz a szó legszorosabb értelemben, akkor nyugodtan időj hátra. Jó? Vannak olvasol női lapokat? Nem akarom kimondani a nevüket direkt, szánt szándékkal. Nem igazán. Nem igazán. A hölgyek azok természetesen olvassák. Akkor következzék egy ilyen rövid, pattogós kérdés sorozat, jó? Amolyan női laposan. Kíváncsi vagyok, hogy hát elsőre miket reagálsz. Figyelj, mi a kedvenc hegyed? Hegyem? Igen. Hát a Himalája. Hidad? Margit híd. Jó, kedvenc virágod? Rózsa. Kockás vagy csíkos? Csíkos. De nem börtöncsíkos. Fekete vagy rózsaszín? Fekete. Szőke vagy barna? Passz. Szép. Kicsi vagy nagy? Nagy. Jó, szóval önbizalomban nincs hiány, ugye? Azért ezt az egyet tisztázhatjuk. De milyen szépen rávágtad rögtön. Azt sem tudod, mire elvágtad. Azért arról szót kell ejtenünk, hogy valami rendkívüli, tehát megkérdeztem, hogy kicsi vagy nagy. A hangterjedelmedre gondoltam, tehát abszolút rátaláltál. Nagyon jól válaszoltál egyébként, hogy nagy. De mondjuk 4,5 oktáv, azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mennyire nagy. Meg tudod nekem azt mutatni, hogy mondjuk a skálád a Honti Hannától az Armstrongig? Hát tulajdonképpen ez... Nem azt akarom, hogy végig énekel, én tudom, nem. Hogy ez be kéne énekelne. Csak hát kicsit illusztrálni. Nem, nagyon okozott gondot, tehát nem okoz gondot a Louis Armstrong is. És megmutatod? Nem, most biztos, hogy nem. Most biztos, hogy nem? Biztos, hogy nem. A hangszálra mindig rá kell készülni. Lelkileg mindig kész vagyok. A hangszálat mindig rá kell készülni. Vigyázol rá? Hát azt hiszem, hogy igen, megpróbálok legalább. 20 éve dohányzol. Hát 20 vagy? Nem, 24 éves koromban kezdtem el. Igen, születtél 1958-ban. 16-17 éve. Bárhol félsz, és bármit fáj, csak egy a fontos, inned kell bízni tovább. Ha nincs már erőd, elhagyott téged, ha már remél, semmi véled, akkor is így, ne add fel. Ne add fel végleg. Jön majd egy új nap, boldog új korszak, minden mi rossz eltűnik. Boldogan élhet minden jó élet, csak így tovább, ha néha ráérsz. Állj meg egy percre, nézd fel az égre, mondd el, mi fáj. Megtör szíveddel, tiszta lelkeddel, mondj egy imád. Let it go.
fel, amit tudok. Tehát voltak ilyen dolgaim, hogy az egész életemet a zenére akarom föltenni, és az pici korom óta. És vannak olyan emberek a szakmában, akkor is voltak, akiknek a száját kiénekelem, és a szívét kiénekelem. És ő nagy király volt, én meg senki. Száját kiénekelem, szívét kiénekelem, ez nem rossz. Jimmy, yes. A feleséged dolgozik-e, és ha dolgozik, normál munkaidőben reggel 8-tól délután 4-ig, vagy ha nem, hogyan történik a családi időbeosztásotok? Dolgozik, az élet legnehezebb munkáját végzi, neveli a 3 gyermekünket. Úgyhogy azt hiszem, hogy innen nem igazán van. Hozzá kell tennem, hogy a felesége jogász. Igen. Tehát akár praktizálhatna is, nem teszi, abszolút alárendeli magát a te életednek? A mi életünknek. Ez nagyon lényeges. Ez nagyon lényeges. Tehát a mi életünknek. Én nem hordom a kalapot, nem hordom a rossz, hogy tedd lakva. Nem élünk így, hála jó Istennek. Ez egy közös döntés volt, vagy így alakult? Azt hiszem, hogy közös döntés volt. Mindenképpen közös döntés volt. Megbeszéltük, hogy szeretnénk élni. Volt neked vidéki nagymamád esetleg? Hogyne, persze. Ugye? És jártatok a búcsúba. És a búcsúkban lehet látni ezeket a képeket, és ezt most egy nem pejoratív értelemben mondom, de ezt az arculatot ott láttam először, hogy a főhős a képeken hosszú haj, kicsit hullámosan omlik le, balkezecskéje a melkasán, és még hullik a Szentlélek galamb képébe, és mögötte bíbor ég. Mondom, ez egy kapaszkodó minden vidéki családban, és a falon ott van. Valaki mondta neked, hogy a hasonlóság, ahogy egy kicsit felfelé nézel, és az égre tekintesz... Jézusra célzol vagy? Bármelyik szent megfelel. Ja, köszönöm szépen. Te találtad ki? Te találtad ki, vagy szólt? Nem, ez életemben még nem volt ilyen kérdés. Én roppant jónak tartom. Örülsz, hogy végre valaki kimondta. Szerénységet nem. Tiltotta volna, hogy ezt te mondd ki, de így jó lesz. Nem, azért, de tényleg én is úgy érzem. Azt, hogy mondjátok. Egész jól érzem. Jut eszembe egyébként a hajról, azért emellett nem tudunk elmenni. Én úgy tudom, hogy neked mindig is hosszú hajad volt. Igen. Megnézhetem, hogy milyen, hogyha föltekerem a hajat? Nem, nem. Közben kérdezni. Tehát, hogy csak így, tehát, hogy felfogjuk. Mit szólnál hozzá például, hogyha a feleséget kérne meg arra, hogy vágasd le a hajad, mert mondjuk ő már unja? Hát ő ezt soha nem fogja erre megkérni. De ha esetleg ezt mondaná. De nem fog. De honnan tudod? 100%. És miért? Azért, mert hozzátartozik az életemhez, az énemhez ez a haj. Tehát amikor ő lelked, szeret, akkor neki kell a hajam. Talán ő így fogadja el. Jimmy, tessék! Volt egy olyan időszak az életedben, esettek percek vagy napok, amikor a kísértés erősebb volt, mint a józanész. Hogy meginoktál-e? Értem. Meginoktál-e? Volt, persze, hogy volt. Nagyon-nagyon nehéz, amikor egy csodálatos szép nőt látok. Értelmszerűen nagyon nehéz azt mondani, hogy nem-e? De... És akkor mégis hogy oldod meg? Roppant egyszerűen, nem akarok senkinek sem tanácsolni akarok, vagy nem tudom. Átértékelem azt a egy pár óra boldogságot, amit nekem az a lány tudna adni, és azt a hihetetlen fájdalmat, amit a feleségem ezáltal átélne. Mi volt ez a... Hogy tettük a nőt neked? Főleg mindannyian erre vágyódunk, azért ezt lássuk be. Nők, buktál már tudják, le? Hogy... Buktál hát, sajnos igen. Sajnos igen, jó. Sajnos. Akkor bocsánatot kértél? Nem, akkor írtam egy dalt az a cím, hogy egyszer megjavulok én. Mindenki belehelyeződött a feleséged szituációjába, tehát azt látom, hogy sok kis Jimmy feleségül, és mindenki most meg fogja kérdezni, hogyha ő lenne ő, tehát ő lenne Jimmy-né, akkor vajon mit engedélyeznél és mit nem? Rengeteg levelet kapok, iszonyat mennyiségű levelet kapok, és hát természetesen hála Istennek, vagy többnyire hölgyek írják. Ők a dalom által kapják meg azt, amit szeretnének hallani a férjüktől. Erre van esély. Erre van esély.
Lányok, az igazság az az, hogy mi jártunk Jimmynél. Hol járunk most? Most egy telefon. Én nem tudom, nem néztem ezt, mit vettetek föl. Tulajdonképpen a lakásomban, ez biztos, de különböző szobarészetekben. Tehát arra ráismertél azért, igen, ez engem igen. Megnyugtad. Igen. Ez mind a te CD-d és lemezed és díjad? Igen, igen. Te ez mikor készült? Ez egy festmény. Volt, bocsánat. Hát ez azt hiszem 89-ben. Konyhád? Ez a mamácskának a portája. Ez ugye értelmszerűen a fürdőszoba. Ez a te fürdőszobád vagy mindenki? Nem, hát nem, a családé. Jimmy? Ezt kaptam egy ilyen órát szeres, rajongótól. Igen, ez egy lemezem címe. Ez kupelája kertben. Az egy medenceféle ott. Igen. Minden, ami nálam van, ez mind tulajdonképpen többnyire ajándékok. És a Meissenyi porcelánt, vagy a Ruzsa Sándornak a kis kolompja, nincs különösebb, mindegyikhez ragaszkodom, mindet szeretem. Ezt kaptam, és olyan embereket, olyanoktól kapom, akiket én kedvelek, és azt én nézem. Azt szeretném megkérdezni, olyan szép egyenletes barna színed van. Mindenhol egyenletesen le tudsz barnulni? Értem a kérdést. Hogy arra kérdezne a kolléganő, hogy ruhába vagy ruhanélkül? Idézőjelben gátlástalan vagyok, tehát az annyit jelent, hogy én nem akarok zavarni senkit sem, viszont engem sem zavarjon senki. Tehát ki meg a stégerbe, és feltételezem, hogyha nem éppen kislányok, vagy valami jön, akkor én bizony letolok magam. Tehát nem riogatod a lányokat? Nem. Ezt akartam mondani? Nem. De imádok mezítelenül. Van nekünk egy másik filmbejátszásunk, azért azt nézzük meg, mert abban nagyon sok minden kiderül arról, hogy te milyen vagy, amikor civil vagy. A képekből, ugye ő Edith, sokan irigyelhetjük. Kommentáld, légy szíves. Krisztián, Sebastian. Itt egy isteni csók. Itt a törpe, Adrián, Sebastian. A gyerekeknek is hosszú a haja. És a Krisztián kisebb volt.
Három gyönyörű gyermeked van, mint láttuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e negyedik? Hát az eleink azt hiszem végleg. Szóval, úgy mondjam ezt ki. Tehát, az ereinek van véges idő és energia tartalékai, illetve nincs. Tehát valószínű, hogy nem tervezünk. Valamelyik fiadnak van affinitása, vagy hát észrevetted, hogy van tehetsége az éneklés, vagy valamilyen zenei pálya irán? A nagyobbik fiam is, a Krisztián fiam is, eszelősen muzikális, Sebastian is. Talán a picibe is érzem a hévet, azt a fűtöttséget, ami a zene iránt. De az a beütés, az viszont nincs meg egyiknél sem. Otthon szoktad saját magadat hallgatni? Vagy a család? Nem. Nem szoktam, viszont hiába nem szoktam, akkor is hallom, mert hála Istennek a gyerekeim viszont hallgatják. Hallgatnak téged otthon? Persze. Tényleg? Na mi mit hallgassanak? Nem mondd azt nekem, hogy a kamasz gyerekednél legalább egy kis punk, egy kis heavy metal nem lopta be magát? Nem, abszolút működik náluk, abszolút a raptől kezdve. Hála Istennek a rév az már úgy leves. De hallgatják. Gansta Zoli, stb. Király! De én nem szóval figyelj, hallgassa. A szakmádban te vagy a király, ugye? Ezt a király nevet, ezt kiragasztotta rád. Mert ugye egy királyról tudunk, az Elvis Presley volt. Igen, ő rá kiragasztotta? Ki? Kiragasztotta? Hát a közönség. De te hol találkoztál először ezzel a jelzővel, abszolút, vagy a király? Abszolút, hát én minden évben koncertezem. Hála Istennek, én megtettem azt, hogy koncertezek minden évben. Tudod? És hát aki látta a tavalyi BS koncertet, ugye felvétel, stb. Tömeg kiabálja. Ez tény? Meg. Úgyhogy ez erről szól, hála Istenkének. És jó királynak lenni? Hát csodálatos, hát hogyne? Hát a lelkek királya, hát hogyne? Hát csodálatos. De a királynak gyakorolnia is kell ezt. Mit? A titulust, uralkodnia kell. Te nem, én szerintem nem. Na nem. Ez a királyság, amit a közönség rám adott ezt a kabátot, ő abszolút a dalaimra érti. Tehát amit én adok, a zenéiségem, a lelkem és a dalom. Okay. Élünk viharban, de mindig felel, van úgy, hogy nem megyünk tovább, majd élek nélkül el, én is a szívem.
Boldog embernek érzed magad, elégedettnek, mert dalaidból egy pici szomorúságot érzek ki. És valójában hiszel Istenben, mert többször is van, hogy a dalaid szövegeiben Istenhez szólsz, énekelsz. Hogyne. Abszolút hiszek Istenben, egyértelműen. Azt hozzá kell tennem, hogy semmilyen szekta és ilyesmit nem vagy tagja, lelkem mélyén hiszek Istenben. A másik az, hogy azért a 41 évben rengeteg pofont kaptam én az élettől. Szerintem nagyon sokan is mindenki, vagy ezt nem lehet elfelejteni. És gondolom, hogy fogok is még kapni. Ez így működik az élet tulajdonképpen, fel vagyok rá készülve, idézőjelbe. A legfontosabbra nem vagyok, és azt nem szeretném, hogyha ezek a pofonok a családomtól jönnének. A többivel meg... Van szerintem egy olyan álma, hogy több nővel szeretkezik. Neked van ilyen? Természetesen most már ilyen álmaim ugye nincsenek, de voltak. Voltak. És lehet, hogy nem is csak álmok voltak. Ez bővebben kicsi lehet. Hogy? Ez biztos, hogy volt esetleg ilyen, hogy nem csak álom volt, akkor erről hallhatnánk egy kicsit bővebben. Ez a fiatalságban minden belefér. Én a gyermekeim is arra nevelem, hogy amíg nem döntötök, hogy most család és gyerek, addig ki kell élni az életnek minden öröm és mámoros pillanatait. Én is kiéltem. Köszönöm szépen. Jimmy. Erről van szó, nem? Így van. Lányokat ugyanígy biztatnád? Hogy éljenek ki mindent? Nekik nem ez a dolguk, őknek nem. De természetjellegűen... Ja, hogy a király megmondja, hogy a... Nem. Természetesen, ha lányaim volnának, nekik is azt mondanám, hogy amíg fiatalok, amíg nem döntenek, hogy gyermek van, addig éljenek, igen, éljenek. A dalaid lágyak és romantikusak, szoktál-e vad lenni a magánéletben? Mire gondolsz? Minden. Hogyan? Igen, itt az előbb említett. Igen. Ez tulajdonképpen én a teljes, maximális kielégültséget szeretem. Férfiaktól kaptál már szerelmes levelet? Hát hála Istennek, egyszer volt egy valamilyen lapnak a szerkesztője, aki hosszú-hosszú évek ezelőtt megkóstolt ilyen téren, mert akkor a barátnőjét lenyúltam. Ezen kívül nem. És vannak férfi rajongóid? Hát remélem, hogy vannak, persze. Honnan jött a kérdés? Innen. Hát persze, hát abszolút bízom benne, ugyanis a dolog, amikről én szól, amikről én írok dalokat, és amiket én előadok, azért ezek párban vannak. Tehát itt én igazából a családokról énekelek, tehát a tartós és a szerelem és a hit kapcsolatokról. Tehát nagyon-nagyon sokan jönnek el együtt fiatalok, idősebbek, házaspárok. Hát hogyne. Mi az, amit megnézel először egy nőn? Dehogy nem, én nem vakságot esküdtem, gyerekek. Dehogy is nem. Most is nagyon-nagyon szeretem a szép nőket, kifejezetten szép nőket. Ez ilyen van, ki nem. Nekem az összhang, engem az összhang érdekel, és főleg az arc, az nagyon, nagyon szeretem a szép arcú nőket. Ha lehetne három kívánságod az élettől, mondjuk egy jó tündérrel összefutnál, mi lenne az a három kívánság? Ez olyan, tudod, amikor két béka beszélget a vízparton, és megbeszéljük, hogy hú, te, ez valami isteni este volt, hát ennyi nő, ennyi pia, te jól éreztük magunkat, erre megszól a másik béka, azt, hogy te figyelj, azért csak nem kellett volna a varázslónak a lányát. A külsőddel meg vagy elégedve, és ha nem, akkor miben változtatnál? Tulajdonképpen azt hiszem, hogy teljességében vagyok elégedett. Tehát amit kaptam, tehetséget, amit ahogy esetleg prezentálom, teljességében. Ha boncogatnám magam, akkor természetjelenleg ki dolgon változtatnék. Először is szeretnék három fület, két orrot, meg ilyen dolgokat. Jimmy, egy pillanat. Szerintem nagyon sokunknak úgy tetszel, ahogy vagy. Köszönöm szépen! Megsütöttem neked!
tettem neked. Köszönöm szépen. Fogad szeretettel a királynak járót. Köszönöm. Talán már nem is gondol.